90 éves Bézi Jánosné, ügyeskedj a kerékpároddal, részt vett a Radskathlon világbajnokságon, 4 gyermekével tűnt el. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcak Televízió napi hírműsorát látják 2022. október 12-én 18 óra 5 perckor. Bézi Jánosné Medgyessy Erzsébet 2022. augusztus 24-én volt 90 éves. Ebből az alkalomból köszöntötte őt családja körében Szepesi Tibor polgármester, aki átadta részére Orbán Viktor köszöntő oklevelet és az önkormányzat ajándékát, Varga Erzsébet anyakönyvvezető pedig a városházát ábrázoló tortával köszöntötte a szépkorút. Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok, 90 éves évfordulója alkalmából. Engedje meg, hogy átadjam Karcag város önkormányzatának az oklevelét. Átadjam Orbán Viktor miniszterelnök úrnak az üdvözletét, oklevelét, és átadjam ezt a szerint virágcsokrot. Nagyon boldog születésnapot kívánok! Köszönöm szépen! És tessék fogadni szeretettel ezt a... Sok szeretettel a tortát, és nagyon sok boldog születésnapot szeretnék kívánni. Köszönöm szépen, virágcsokrot! Erzsike néniék 8-an voltak testvérek, 5 fiú és 3 lány. Sajnos már többen meghaltak. Neki Erzsébet lánya 1951-ben, Julianna 1952-ben, János fia 1955-ben született. 4 unokája és 5 dédunokája van. Erzsike néninek csak 2 munkahelye volt. Nem, sokáig dolgoztam, téglagyárban dolgoztam, meg boltba. És akkor ugye, amikor én nyugdíjban mentem, én már leszázalékolt nyugdíjat kaptam, és 8 évig ott a Vasút utcán volt egy bolt, ami aztán még ide nem tudtam menni, addig a lányom a csarnokba dolgozott boltba, és magához vett. Megbeszélték a főnökkel, és felvettek engem ez is, és utána, amikor átment a lányom a nagy piacsarkán, akivel az a nagy bolt, aztán én még ide mentem. Csodás név volt a főnök asszony, és felvett, mert június, és ott voltam 8 évig. Erzsike néni ma is hetente több alkalommal főz, kertészkedik, szorgoskodik otthonában. Kapálok, gerebélem a füvet össze, zsákba szedem, kirakom az utcára, hogy elmegyek a gyerekekhez. Szeretne többet kertészkedni, de gerincével gond van, így hamar elfárad, de amit tud, csinál. A felvágott fát télen a fűtéshez is maga hordja be. Tulajdonképpen ez is a hosszú életének a titka, hogy nem szabad sokat ülni, hanem dolgozni, mozogni kell. Lányai Karcagon élnek, róluk és az unokákról is mesélt az idős asszony. 2 lányom, ugye iskolába jártak, utána egy darabig addig akkor a sütőiparnál dolgoztak, és azután úgy ment el a Erzsike jányom, az idősebb, az a bíróságon dolgozott, bírónálnak volt az írnokja, Jöcsi jányom a kisebbik, az pedig boltba. Az unokám, a Dózsa György úton van egy bolt, Ágika az ott dolgozik, boltos, a másik meg főkönyvelő Pester, csak Karcagé a főnök is, meg csak ott van, és akkor minden pénteken jön haza. Erzsike néni reméli, hogy megéri a 100. születésnapját is. Ehhez a lányaitól, unokáitól kapott nagy szeretet is reményt ad neki. A Madarász Imre Egyesített Óvoda az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódóan az Autómentes Napon ügyeskedj a kerékpároddal című vetélkedőt hirdetett 8 óvodája nagycsoportosainak. A részletekről Gulyás Ferencné intézményvezetőt kérdeztük. Az ügyeskedj a kerékpároddal gyermekeknek és szülőknek szóló verseny. Ezen a napon különböző pályákon ügyességi játékokat, kerékpáros programokat valósítanak meg a kisgyermekek. Az óvodai intézményünk környezeti munkaközösségének a szervezésében, hiszen a munkaközösségi tagok
a környezettudatosságot, a fenntarthatóságot, a kerékpározás népszerűsítését kitűzték célul már sok-sok évvel ezelőtt, hiszen 2010-ben szerveztük meg először ezt a programot. De nagyon jól kapcsolódik az autómentes nap programjaihoz, hiszen erre az időszakra a Karcagváros önkormányzata pályázatot nyújtott be, és ennek keretébe valósul most meg ez a mai nap, amelyre a gyermekek szüleikkel, nagyszüleikkel együtt érkeztek, nem csak a gyermekek, hanem a szülők is kipróbálják az ügyességi pályákat, amelyek különböző kressz szabályokat kell nekik betartani, itt elsősorban a kisgyermekek biztonságos közlekedésére, a gyalogos közlekedésre felhívva a figyelmet, illetve a rendőrség képviselői is itt vannak a karcagi rendőrkapitányságról, hiszen az is nagyon fontos, hogy a szabályokat betartva a rendőrökkel is megismerkedjenek, a gyermekek tudják azt, hogy bízhatnak bennük, számíthatnak rájuk, és ilyenkor ez az alkalom egy nagyon jó lehetőséget teremt arra, hogy velük is találkozzanak az óvodásaink a rendőrautóval, abba betekinthetnek, és hát a rendőrbácsival személyesen. A gyerekek mellett a szülőknek sem árt néha feleleveníteni a kressz ismereteket. Az óvodáskorú gyermekek figyelme az még azért nem mindig olyan koncentrált, hogy önállóan és egyedül a közlekedésben részt vegyenek, de egy-egy ilyen pályán, ahol zárt terület van, forgalom elől elzárva tudnak gyakorolni, ez nagyon jó figyelemfelhívó a szülők számára is, hogy mi az, amire a gyerekeket tanítanunk kell, mi az, amire oda kell figyelni a közös közlekedés során, hiszen a szülőkkel együtt már a forgalmasabb területekre is kimennek. Nagyon örülünk neki, hogy városunkban felújításra kerültek a kerékpárutak, illetve bővítésre is kerültek, hiszen több szakaszon új utak is lettek kialakítva, hiszen ezeket a gyermekekkel együtt biztonságosan tudják már használni a családok. A városi közlekedést az óvodák udvarain is gyakorolhatják a gyermekek, akik közül többen itt tanulnak meg kerékpározni is. Az óvodájainkban, bent az udvarokban is gyakorolunk a gyermekekkel, hiszen ez egy nagyon komoly képességfejlesztő tevékenység a kerékpározás, hiszen nagyon komoly koncentrációt, figyelmet, figyelemmegosztást igényel a gyermekek részéről. Az óvodák udvarain is csodálatos területek vannak kialakítva, felfestett pályákkal, mobil közlekedési jelzőlámpákkal, jelzőtáblákkal, amelyek között a gyermekek az óvonénik irányításával, vezetésével gyakorolhatják a kerékpározást. Nagyon sok kisgyermek az óvodába tanul meg két keréken kerékpározni, hiszen az intézményünkben 147 darab gyermekkerékpár található, amit használnak a kisóvodásaink, és a kerékpárút fejlesztéses pályázathoz kapcsolódóan az óvoda intézményünk 90 darab futóbiciklit is kapott az elmúlt években, úgyhogy ezeket már most nagyon rutinosan használják a kis óvisaink az óvodájainkba, és így ők is mire 6-7 évesek lesznek, addigra már azért egy biztos, stabil két keréken való kerékpározással rendelkeznek. A nagycsoportos óvisoknak ez a mai nap is jó alkalom a kerékpáros ismereteik elmélyítésére, még ha kicsit csepereg is az eső. Bécsben rendezték meg a Rackátlon Senior Világbajnokságot, amelyen 35 ország 80 csapatának 500 játékosa indult. Ott volt Sági István, a Martfői VSE klubelnöke, a Karcagi Tanterületi Központ igazgatója is. Vele beszélgettünk tenisz eredményeiről és arról, hogyan is jött ez a sport az életébe. A tenisz kortól, nemtől, szinte azt mondható, hogy egészségügyi állapottól függetlenül élethosszígűzhető. Sági Istvánt a kisköreiek karolták fel, ott kezdett. Kiskörén karoltak fel, és ott az első versenyek, amikor a megyei csapatbajnokság után a győzteseknek OB3-ba, tehát harmadosztályba jutási osztályozó mérkőzéseket kellett játszani, ezek voltak azok az időszakok, ezek az osztályozók Nyíregyházán, Sejpen, ilyen településeken voltak. Egyébként mivel Heves megyei születésű vagyok, tehát ez a Heves kisköre vonal, ez volt az, ami elindította a tenisz útján. A raketlon sikerek mögött elég sok edzés van, heti 10-12 óra, mivel ez egy igen összetett sport.
Elég sok edzés van, tehát azért az a heti 10-12 óra, de ha itt kitérhetek arra, ez egy kicsit összetettebb, mert azóta a teniszt egy raketlon sporttal is sikerült kiegészítenem, ami egy négyütős összetett sportág, ez asztali tenisz, tollaslabda, fallabda és tenisz, és ebből is rendeznek világbajnokságot is, és ezzel együtt, illetve a személyedzéseket hozzáadva, egy 10-12 óra per hét edzéssel bírok. Természetesen a munkához igazodva, általában reggel korábban kelve, este később feküdve, illetve a hétvégéket versenyzésre kihasználva. A sportember családja is támogatja, bár néha komoly fejtörést okoz, hogy egy-egy versenyre hogyan jussanak el vele. Általában úgy szoktuk megszervezni ezeket a versenyeket, vagy idézőjelben edzőtáborokat, hogy akkor a család is velünk tart, és a versenyek helyszínén ezek lehetnek környékbeli országok is, vagy hazai szép tájak és helyek, akkor velünk tartanak, és ott a teniszverseny mellett, vagy a raketlon verseny mellett más szabadidős eltöltést is igénybe vesz a család. Bár a család többi tagja is sportol, tehát amikor ők mennek, akkor pedig én igyekszek csatlakozni hozzájuk. Sági István életében először idén raketlon világbajnokságon vehetett részt, és teniszben is sikerült nemzetközi ranglista pontot adó versenyen indulnia. Jelenleg sikerült eljutni egy olyan szintre, hogy életemben először az idén egy raketlon világbajnokságon vehettem részt, illetve teniszben is sikerült nemzetközi, tehát egy hazai rendezésű nemzetközi ranglista pontot adó versenyen, ez az úgynevezett vidékbajnokságon, ami a Pesten kívülieknek az országos bajnoksága, a korosztályomban érmes helyezéseket elérni, vegyes páros, egyénibe is jól szerepelni, illetve a világbajnokságon, a raketlon világbajnokságon is két hete sikerült egy ezüstéremmel gazdagítani, vagy debütálni az első ilyen világbajnokságon, úgyhogy most ezek azok az események, amik úgy meghatározzák a napokat, heteket. A tankerületnél azért lobbizik Sági István, hogy tenisz oktatás legyen a testnevelés órák keretében a környéken. Erre már felmerült az igény. Van olyan intézményünk, ahol az iskola tenisz, úgy mint hasonlóan a Bozsik program, tehát labdarúgás, kézilabda, szívas kézilabda. A tenisz már van olyan iskolánk, ahol a teniszedzések ilyen szempontból zajlanak. A tegnapi napon pedig Tiszafüreden ennek a pályaavatónak a keretében felmerült az, hogy a gimnáziumunkba is lehetne de valamilyen módon az országos oktatási rendszerbe kapcsolódva egy ilyen sport szakirányba elmozdulni, és ebbe a tenisznek is szerepet adni. Ez Tiszafüred városánál igényként megfogalmazódott, nekünk meg egy feladatunk van, hogy azt a jogszabályi hátteret, meg az egyéb feltételek biztosítását megnézni, hogy ezt hogy tudjuk segíteni. Sági István azonban készül az októberi versenyeire is. Télen alapvetően tollaslabda, tenisz páros sportágakban, s jövőre a következő világbajnokságra, illetve a nemzetközi teniszversenyekre készül. Nem lehet tudni, hogy mit lehet azzal a 4 újszászi gyermekkel, akiket édesapjuk elvitt valahová, amikor a gyámhivatal ki akarta emelni őket a családból. András Hunor Lehel, a Jászonykun Szolnok megyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre azt mondta, hogy továbbra is keresik a 4 és 6, valamint 14 és 15 éves gyerekeket. Nagy Dorina Hannát, Nagy Jászmin Kamillát és Nagy Diana Szindit is, a féltestvérüket. Marinka Kálmán János nevelésbe vette a gyámhatóság, de meghiúsult a gondozási helyre történő szállításuk, mert az édesapjuk Nagy Kálmán ismeretlen helyre távozott velük újszászi otthonukból. A szolnoki rendőrkapitányság kéri, hogy aki a gyermekek tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a kapitányságon, vagy hívja az 56-os körzet 501-600-as telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 0680-555-111-es telefontanúzöld számán, illetve a 112-es díjmentesen hívható segélyhívószámon. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!